A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép napot kívánok, itt vagyunk 1995-ben. Ebben az évben akart beszállni Vágási Feri az internetbe és a Windows 95-be. Feri azon gondolkodott, hogy miből veszi meg a programot, a gyerekek pedig azon, hogy minek öltözzenek a farsangi bálon. Ezek azok a jelmezek, amelyek népszerűek a gyerekek körében. Itt a gyerekek életkora határozza meg, a kiscsoportosok inkább az állatokhoz ragaszkodnak, és a kedvenc állataikat szokták azoknak a figuráit magukra ölteni, hogy cica vagy maci, a nagylányok inkább a királylányokat, a csipkerózsikáknak a jelmezeit öltik magukra, a fiúknál pedig a férfiasság és az erő, ami dominál, és a mesefilmekben szereplő hősöknek a ruhatárába szeretnek belebújni ezeken a napokon, amikor az óvodában a farsang készülődésben. Tehát az otthoni kínálatból, régi ruhákból, rongyokból. Öltöztessük a kisfiunkat például bohósznak. Jól fogja magát érezni az apuka nadrágjában. Maradék bélés anyagból készülhet egy csodálatos jelmez éjhercegének. Szabását egy overallról másoltuk. A sötétítő függöny adta az ötletet a várvédő jelmezének elkészítéséhez. A köpeny igazán egyszerű. Megfelelő hosszúságúra vágjuk, a nyakánál összehúzzuk, és az alját némi cikcakkal díszítjük. Alufóliából készült a tavasz tündér varázspálcája is. De ne csak karton, kreppapírt is használjunk. Könnyen kezelhető anyag, varnis lehet. Ez volt már az 1 perc retro, nem sokára ismét találkozunk valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.